Sziasztok, Krisz vagyok, és üdvözöl az anime szúrtok. Fú, mi a napon vagyunk túl. Ugyanis a mai nap köszöntött ránk a Pokémon Go-ban a Zapdos Raid első napja. És bizony meg is lett. Végülis nem is olyan rossz eredménnyel, mert körülbelül fél egykor már volt mind a kettőnknek, legalább egy. Úgyhogy leharcolni igazán nehéz ezt most. Igen, az 5-6 ember az tényleg úgy legyen 5-6, hogy nagyon erős Pokémonokkal. Igen. Én is itt vagyok közben, sziasztok! Igen, Dév a kamera másik feléről. Bár így most van. Meg tudsz mutatni. Én már reggel elfogtam egy Pokémont, ami Zapdos, meg persze Natut, meg Rototat, de az minek. Elfogtam Zapdost, és olyan dolog történt, amiről már volt egy videó a csatornán, és ez muszáj még egyszer elmondani, hogy ilyen catch arány még nem volt. Tehát, hogy 8-an voltunk raidelni Zapdost, és a 8-ból 7 ember elfogta. Így van. Az azért úgy nem rossz, hogyha azt nézzük, hogy egy legendás madárról van szó. És gyakorlatilag utána se voltak akkora hú de nagy eltérések, tehát ilyen majdnem mindig 50%-a elkapta, sőt 60 inkább. Igen. Nézzük meg, ugye Krisz? Így van. Én is azon csodálkoztam, hogy körülbelül a második raidből már meglett. Ráadásul körülbelül második labdára. Moltresnél, meg Articuno-nál, meg Lugia-nál pedig tényleg szenvedtünk, tehát a 10 lúrhoz elmentünk, mire meglett. Lúrhoz! 10 raidhez elmentünk. Majdnem. De nem baj. Keverjük a szezont a fazonnal, és most a keverjük is meg a lapokat. Így van. Ugyanis... Ezt az átvezetést. Ugyanis ennek a videónak a következő alanya az újonnan megjelent Pokémonos booster csomag, a Burning Shadows. Én speciál már nagyon vártam ezt a booster csomagot, úgyhogy itt az ideje belenézni, hogy tulajdonképpen milyen kártyákat rejtez. Finom. Nem. Nem, ne edd meg! Mondom, hogy ne edd meg, az nem ebéd. Nem baj. Ugye most pizza után jó lenne kis desszert. Bár Genesek nem valószínű, hogy annyira finom lenne desszertnek. De hát, ha a nyitások sokkal finomabbak lesznek, amik benne vannak. Nézzük is! Lássuk az elsőt. Na lássuk. Vajon az új csomag mit rejt? Biztos, hogy új lapokat? Nem. Hes. Spoilereztünk egyből. Nem baj. Valahogy el kell kezdeni. Ennél is 4 van, vajon? Szerintem igen. Na, majd meglátjuk. Ha elrontottuk, akkor így jártunk. Ó, és nem. Tökéletes. Na, akkor rögtön egy Darkness Energy. Egy Electabuzz. Ez de menőn néz ki. Te király, harcoló. Ha, elfordította a fejét. Egy nyakatekert Noctowl. Még egy mogukta. Hát így. Még egy mogukta. Igen, körülbelül. Nem, ezért ez is egész pofás. De jól néz ki, nagyon szépek lettek. Ó, drága kedvesem, itt van Simipur. Simipur. Összeressük. Ugye a Meowth, akit már az előbb is láttunk. És Stuffle. De cuki. Fensage. Ez most tele van majmokkal. Krogunk. Nem én buttam. Egy Pikachu. Pikachu! Pikachu kinyitott a Pikachu-t. Úristen, ez majdnem olyan jó, mint a hósárkány. De mégsem azért annyira. Akkor egy fordított Lucario. Ó! Ez szép. Gyönyörű. Ez szép. Nagyon tetszik. És egy Macham GX! Mit csinál a Macham? Harcol! Ez az! Az azért gyönyörű, nézzük mit tud. Na lássuk csak, azt mondja, hogy a crossout az 60 pluszot sebez. Jó, hogyha... az crosscutnak is. Mi? Crosscut. Mert én mit mondtam? Crossout. Ja? Jó, mindegy, kerekítettem a C betűt. Na. Szóval, hogyha az ellenfél aktív Pokémonja egy evolúciós Pokémon, akkor 60-at még pluszban rásebez. Aztán a Bedrock Breaker olyan alapból 130-at sebez. És ráadásul kidobhatsz bármilyen stadium lapot játékban. A Muscle Punch GX az 180-at sebez, és a Resistance az hatástalan rá. Azta. Az nem rossz. Határozottan jó kis jó nyitás! Hoppó, nézzük is a következőt! És már rögtön elsőre egy GX-el nyitunk. Ez azért már határozottan barátibb ez a csomag hozzám. Mint az előző. Mint az eddigiek, így van. Hát ha mindegyik boosterbe lesz ilyen, akkor kézen állva itt körbe sétálsz. Hát bármennyire is szeretnék Rock Lee lenni, de azért nem valószínű, hogy ez menni fog. Jó. Se az nem vagyok, se Guy Sensei, de
De azért megnézzük a következőt. Megint hát, spoiler. Nem baj, legalább a kórot nem lőttük le. Kórot nem lőttük le, az a lényeg. Így van. Mert az bombos. Majd más tervünk van vele. Hoho, 6-os energia macsamnak. Így van, már rá is teszem. Rögtön bodybuilding dumbbells a következő lapunk. Na, súlyzó. Stage 1 program is készült. Aha, szóval ez mi? Úgy látszik, ráfekszik a harcosokra is. Igen, a Stage 1-es pokémonoknak ad plusz 40 HP. Királyság, ez nagyon hasznos. Aha. Akkor nagyon az erősítésre megy inkább most. És itt van a másik legyőzhetetlen pokémon, emlékezzünk vissza a videóra. Megapód! Igen, a célozd meg magad. És már nem tudod megütni. Igen. Wishful button. Na ez micsoda? Én csak Jason button-t ismerem. Jim button vagy? Olyasmi. Na azért, azt már ismerősem. És ő mit csinál? Hogyha a Pokémon, amelyikhez ez alap hozzá van csatolva, az aktív Pokémonod és kiütik, támadás által kiütik, akkor három alap energia alapot arról a Pokémonról átcsatolhatsz egy kispadon lévőre. Nem rossz, nem rossz. Kellemes. Néha hasznos lehet azért. Várjál. Oké, folytatjuk. Érzéked már. Folytatjuk egy fókusszal. Meg vagyok. Nem akar jönni. Szóval... Következő egy Wimpod, Togedemaru, még egy Krogunk. Krogunk vagy Kroagunk? Mind a kétféleképp használták. Te mire hajlasz? Én megmaradok annál, hogy Krogunk, mert úgy hívták az eredetiben is. Jó. Pansir, szóval megvan a harmadik majmunk is. Magikarp. De cuki. Igen. 6000K-val. Igen, egy Charmander. Holocsari. Erről a jelenetre emlékszel, ugye? Amikor ott hagyták a fán. Így van. És azt mondta, ez visszajövök, érted, és soha többet nem ment visszajön. Így van, ez az a jelenet. Csak mikor megtudta, hogy nyert valami ellen, akkor visszament, de akkor már hiába. Így van. És ez egy Turtonator, sima, ritka. De szép. De nem baj. Azért ennek is igazából örülünk, ilyenkor még minden booster jó, mert nem ismerjük a lapokat, és igazából minden új. Így van. Fitted új. Ez is. Meg ez is. Jaj, te következő. Cipőt nem dobunk le. Következő. Mashadow-val a főszerepben. Hoho. Remélhetőleg a csomagban is azt találunk. Ó, már van egy cseré. Ó, jaj. Ebből aki szeretné, hagyjon kommentet, megbeszéljük. Így van. Na, szanyja, hogy... 1, 2, 3, 4. Na, ezúttal tűzenergiával indítunk. Mennyari booster csomag. Még egy Wishful Button, szóval ebből már megint csak lesz egy Ribombi. Sophocles. Én mit tud? Azt mondja, hogy dob ki két lapot a kezedből, és hogyha ezt megteszed, akkor húzhatsz négy lapot. Nem rossz, két vacak lapot kidobol, és húzol négy újat. Persze, hát hogyha valami olyan akad a kezedből, ami éppen kell. Még egy Wimpod, még egy Togedemaru. Azt hiszem ebből nagyon sok lesz. Szerintem is. Még egy program, jó van. Belőle is tuti. Uha. Még egy Pansir. Magikarp. És egy shiny Magikarp. Egy hardcandy-t kaptál. Igen, húha. Meg vagyok vele áldva. Ez pedig egy Malamar. Hát. Nem rossz. Jó, nem baj. Kicsit visszavettünk a tempóba, nem lett minden csomagban GX. Bár azért jó lenne. Következő boosterünk szintén zenész, illetve hát Mashadow. Hát reméljük, hogy az előző boosternél egy kicsikét már egy új lapot látok. Aha, ami nekem ismerős azért, mivel ugye YouTube-on szoktam nézegetni más kártyanyításokat is. De nem baj. Így még akkor sincs benne a gyűjteményemben. Ó, szóval, vagy fűenergia. Ha már itt ilyen szép, füves területen vagyunk. Így van, fő a változatosság, eddig már mindenféle energia volt ilyen, meg még nem. Persze. Na most kell egy ilyen is. Akkor egy Super Scoop-up. Szóval, hogy dob fel egy érmét, hogyha fej, akkor az egyik Pokémonodat és az összes kártyát, ami hozzá van csatolva, vedd a kezedbe. Hát, nem hiszem, hogy annyira jól. De a rakétacsapatos porszívónak néz ki. Én körülbelül, hát szerintem maga a képessége is ilyen elég béna. Még egy Simipour, őt szeressük. Lumeria. Állítólag ő rossz, de mindjárt meglátjuk, hogy miért. Mondja, hogy dobja hát két lapot. Hát már a Team Skull-ban.
Hát de maga alapján ja, miért rossz, de nem tudom, hogy miért. Nézzük mondja, hogy dobjál két lapot a kezedből, hogyha ezt megteszed, akkor dobjál egy energiát az ellenfeled egyik Pokémonjára. Hát egy hát akkor igen. Veszel csak le. Hát akkor igen, akkor ez nem éppen a legelőnyösebb. Mindegy, azért még szépen néz ki. Igen, a debelő Duskull. Inkay. Vár Inkay. Még ez Staful. Crabrawler. Ó, őt már de régen láttam. Morlow. Egy Mudbray. Őt szerettem. És egy Araquanid. Hát, jól van. Hány boosterünk van még hátra? Ó, az utolsó. Az egyetlen utolsó boosterünk van. Elérkezett a pillanat. Ami el is repült. Köszönjük hó a közreműködést. És tényleg egy hó. Igen, amit remélhetőleg nem jövő héten. Illetve nem közvetlenül a Zapdos Raid után kell majd befognunk. Hanem reméljük kapunk egy kis időt. Igen, legalább valamennyi szünetet. Ha már nyári szünet van. Ha esetleg a Niantic nézi ezt a videót, akkor légy szív, srácok. Akkor meg az oldalán, és lesz nézettség. Légy szív, srácok, nyugi van. Még hadd fújjuk ki magunkat ezután a négy madár után. No de, akkor lássuk is, hogy vajon mit rejt az utolsó csomag. Nézzük meg, Machamp mellé kerül egy GX lap, vagy nem? Én nagyon reménykedek benne, hogy igen. Hát úgy látom, ő belőle lesz a legtöbb egyébként. Hát remélem, hogy még valami szépet még bontunk így a végére. Ez szép lezárása lenne. Ó, Wheeze Energy. Ő sem volt még eddig. Jó van. Acerola. Mondja, hogy... Rakd valami... Rakd egyet a Pokémonjait közül, amelyiken van sebzésszámláló, és minden kártyát, ami hozzá van csatolva a kezedbe. Hát ledobod róla a sebzést. Az végül is nem, az egyenlő egy gyógyítással. Csak vissza kell venni. De hát lerakadom. Persze. Az úgy még relatív jó. Escape Rope. Ez ismerjük. Ezért már benne volt egy jó párszor. Hasznos kis meg. Még egy Wimpod. Még egy Togedemaru. Úristen, ez de utálom ezt a lap. De van a másik is, a piros. Az a FROH! Olyan, mint a csuláznál egyet, olyan, mint a FROH! De már kinézetre is, meg a nevük is olyan, hogy fúj! Ő egy harcos karatés. Igen, hát ezért mondom, mert ezt én így papásból, én Pokémonnak se nézném. Ez valamilyen... Tudod még így mire hasonlít kicsit a Deadpoolra? Hát körülbelül csak kék. Igen. Ja, ez Deadpool maszk nélkül, mert annyira össze van karistóval a feje, meg úgy nagyjából mindene. Na nézzük. Na jó, menjünk is tovább. Még egy Mudbray. Egy Podish. Akkor Vipon is benne lesz valószínűleg. Szülekon. Fordított Miau. Itt már egyszer kivetjünk. És Haa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 a
játszok, mert én nekem tetszik ez a Pokémon, őszintén. De hát mondjuk... Igen, lehetett volna egy GX is. De Machamp vitte a Primet. Így van. Hát mindjárt elő is halászni, hogy szép csomagból, hogy újra megmutassuk ezt a gyönyörűséget. Bár amennyire én láttam, azért sokan kinyitották már ezt a lapot, úgyhogy már ideje volt, hogy az én gyűjteményem jövő is bekerüljön. Úgyhogy szerintem azért eredményes volt ez a booster nyitás, hogyha azt nézzük, hogy csak 5-öt nyitottam. Teljesen egyetértek, ahhoz képest amilyen 10-eket nyitottunk és nem lett benne semmi. Így van. Hát igen, az a 10-ből 1 vagy 10 vagy 12. Az azért neccesebb. Igen, ez még mindig jó. Úgyhogy én ezzel meg is köszönném a figyelmeteket. Ha tetszett, akkor nyomjátok azt a lájkot és iratkozzatok fel a csatornánkra. A legközelebbi videói pedig. Sziasztok!